Köszöntöm Önöket, ez itt a Weekend. A mai műsorban foglalkozunk a bélyeg, érme és bankjegygyűjtéssel, valamint az állatbarát szolgáltatásokról is beszélgetünk, de mindezek előtt a Nyíregyházi Józsa András Múzeumba csalogatjuk Önöket. Vendégem Benne János és Román Ágnes, szervusztok! Szervusztok! Múzeumok őszi fesztiválja, már-már beleégett Nyíregyháza nevéhez is ez a dolog. Ismét dübörög a rendezvény, már elkezdődött, de jó sokáig tart még. Egy pár részletet mesél nekünk. Igen, november 11-ig fog, 13-áig, bocsánat, fog tartani, már elkezdődött, de folyamatos programunk, amire nagyon szeretnénk invitálni a kedves látogatókat, kisiskolásokat, felnőtteket, családokat, a műhely titkok, amivel bepillantást nyernek a restaurátorok műhelyébe, mindenféle izgalmas és érdekes dolgot fognak alkotni interaktívan, teljesen természetesen. Ez azért mindig nagy csalogató és érdekes program szokott lenni. Igenkor előkerülnek az ecsetek, a vésők, a ragasztók, gondolom ezért is különleges ez a dolog. Így van, a cserepek, amiket mozaikszerűen ugye össze lehet rakosgatni, össze lehet ragasztani, és hát persze meg lehet fogni is, lehet dolgozni egyáltalán a restaurátorok eszközeivel, úgyhogy ez mindig nagyon érdekes program. Ez szinte hétről hétre szerdánként jelentkezik, tehát akkor lehet ezekre jelentkezni, de vannak olyan programok, amik inkább az előadásokról szólnak. Mik ezek például? Október 10-én nagyon nagy szeretettel várjuk a pedagógusokat, óvodapedagógusokat, illetve hát a gyerekekkel foglalkozó szervezetek vezetőit, dolgozóit, mert hogy a múzeum pedagógiai évnyitónk lesz immáron hagyományosan megrendezve, ahol bemutatkozunk a Józsa András Múzeum, a Kállai gyűjtemény, illetve a levéltár és a vízügyi gyűjtemény is az új múzeum pedagógiai programmal, de kiosztjuk a múzeum pedagógiai díjakat is, a múzeumbarát iskola és múzeumbarát pedagógus díjakat is, ugye akik a legtöbbször hozták el az előző tanévbe a gyerekeket. Aztán hát baráti terefere, Pálffy Zseráldin szalonjában, ez ugyan egy novemberi program, de azt hiszem ezzel fogjuk búcsúztatni az őszt. Ezen a programon egy kicsit betekintünk a 19. század szalonjaiba, egy kicsit visszaemlékezünk a károlyi ősökre, és hát ennek az estnek a fénypontja és a koronája Hűvösvölgyi Ildikó színművésznő Csendes csodák reményig estje lesz, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas. Korszakot is váltunk a Nyírség Turizmusáért Egyesülettel, méghozzá olyan helyekre fogunk sétálni, gyalogolni az Egyesület segítségével, amivel, vagy amire a múzeumban a kiállításainkkal fogunk reflektálni. Például megnézzük a koronaszállót, ahová ugye Krúdy egyik utazása alkalmával, ahol megszállt, és a kiállításunkban pedig, ami most nyílik majd nálunk, a Józsa András Múzeumban, egy kicsit bepillantunk Krúdy korába. Mert hogy Krúdy emlékhelyet fognak avatni. Mikor és egyáltalán milyen célzattal, igazgató úr? Hát igen, ez régi álmunk, hiszen a kedves nézők emlékezhetnek, hogy volt nekünk Krúdy kiállításunk, egy nagyon szép, de a felújításkor ezt lebontottuk. Aztán valahogy úgy alakult, hogy nem épült újjá, és hát igény van rá természetesen. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy a nemrég elkészített tantályraktárnak egy szobáját átalakítjuk Krúdy emlékszobává. Tudja azt mindenki, hogy Krúdynak nagyon kevés holmia maradt meg, hiszen majd, hogy nem éhen halt, és már a villanyát is kikapcsolták, már csak egy gyertya világított mellette. Tehát igazán sok mindent nem tudtunk összeszedni, de ami megmaradt Krúdy után,
a lányai Ilona és Zsuzsa ajándékaként, azokat összegyűjtöttük, és segített nekünk a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum is, hiszen náluk is van krúdi anyag. Na, ebből összejött valami, és ezt a 14-én, pénteken, 11 órakor fogjuk átadni a nagy közönség számára. Hát azt elárulhatom, hogy megvan ugye a gyerekkori búgócsigája, egy kis porcelán állatka, aztán megvan két fotel, egy kanapé, egy kis asztalka, szóval azért tudunk mutatni a látogatóinknak néhány igazi olyan relikviát, amelyet még a Krúdi kezében volt, vagy amelyben ő is ülhetett. És hát hívtunk is megnyitó szemét, Fláter Zoltán a ELTÉ-nek a Krúdi kutatója fogja megnyitni a kiállításunkat, és hát egy nyíregyházi művész, Rák Zoltán, Sós Imre díjas művész pedig egy kicsit felidézi Krúdi hangulatát, Krúdi szellemiségét, hiszen az a cím, hogy a nyírség álmodója. Hiszen ha valaki szépen írt nyírségről, nyíregyházáról, a tirpákokról, az bizony Krúdi Gyula volt. És mi van az ételekkel, hiszen Krúdi nagy-nagy szerelmese volt a gasztronómiának? Úgy igaz, hát főzni nem fogunk most, mert arra az a nap szoros nap lesz, de a Sipkai Barna iskola, nem tudom, olyan hosszú nevű. Kereskedelmi szakközép, és még sorolhatnánk, kiváló szakácsok és kiváló cukrászok, és elkészítik Krúdi süteményét, és aki úgy fog beérkezni a megnyitóra, mert 200 adag lesz azért, ő fog kapni egy szeletet ebből, és hogy emléke is maradjon, hazavihető emléke is maradjon, ki fogunk adni Krúdi képeslapot, de nem csak úgy, hogy van egy képeslap, hanem készítünk egy emlékbélyegzőt. Ó, de szép. Tehát mint amikor a posta ugye kiadta a alkalmi bélyegzőjét, a Krúdi emlékszó megnyitása dátummal lepecsétük, és mindenki megkapja aznap ingyen, utána természetesen ezt már vásárolni is lehet. Az emlékbélyegzővel kapcsolatban mondanám egyrészt, hogy lejárt az időnk, másrészt viszont van egy érdekes dolog, nem tudom, hogy tudjátok-e, vagy hogy a nézők tudják-e, hogy a Zene Világnapját október 1-én tartják, és ennek apropójából a közelmúltban, ezen a héten, pár nappal ezelőtt nyitottak egy csodálatos kiállítást a Vikár Sándor Zeneiskolában, bélyegképekről láthatnak most egy összefoglalót, a tárlat megnyitója után pedig egy hangversennyel is kedveskedtek az érdeklődőknek, ezt összegezzük most önöknek. A Zene Világnapja alkalmából zenetörténeti mozaikok bélyegképeken című kiállítás nyílt a Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola emeleti társalgójában. A tablókon kiállított bélyegeken többek között karmestereket, zenei versenyeket és magyar zeneszerzőket is láthat a közönség. A Zene Világnapját 1975 óta ünnepeljük október 1-én. Erre a napra számos programot, koncerteket, hangversenyeket rendeznek. A nyíregyházi Vikár Sándor iskolában is hangversenyt tartottak a bélyeg kiállítás megnyitója után. A tárlat október 28-áig látogatható. Thank you.
Az imént egy bélyek kiállításon láthattak összefoglalót, folytatjuk a témát méghozzá Úrich Attilával, aki most nem alpolgármesteri minősítésében, státuszában vendégeskedik itt nálunk. Szervusz Attila! Jó estét kívánok! Szervusz Vivien! Hát a bélyegekről lesz szó, bármi hihetetlen. Mennyire ódivatú ez a dolog? Kérdezem én ezt egy bélyeggyűjtőtől. Hát az az igazság, hogy a nagy bélyegesek azt mondják, hogy ugye ez a szakma is kiveszőben van, mert régen legalábbis a szervezet tagsága ennek sokkal nagyobb volt, de én azt tapasztalom, hogy azért nagyon sokan gyűjtik a bélyeget, illetve nagyon sok olyan ember van, aki gyűjtő típus. Hogy mit gyűjt, az rá van bízva az ő szellemére meg a lelkére, mindenki másban találja meg a gyűjteményének a savát és a borsát. Ez egy eléggé szertágozó hobbi egyébként ez a bélyeggyűjtés, mert amit most fogsz, azok vágott bélyegek, de a bélyegek ugye mindenki látja, vagy látja a postán, hogy fokozott fogazással készülnek általában, és a 80-as évek végéig, vagy a 90-es évek elejéig készültek vágott bélyegek is, amelyek most már nincsenek, de nem csak ezeket lehet gyűjteni, mert a bélyegek azok, mivel különböző lemezekkel készülnek, a lemezek ezért sérülnek, változnak, sok színre nyomják, mert színesek, ha színváltozat hiányuk van, akkor értékesebbek is. Éppen az a egyik boríték, amely, hogyha a kamera ki tudja nagyítani, és látják azt, hogy kinek készült, ezt FDC-nek hívják, első napi bélyegzésű bélyeges levélnek lényegében. Ha látják, hogy kinek készült még a 90-es évek, igen, Gáspár Sándornak, ugye, hogyha még valaki emlékszik rá, akkor ő a SZOT főtitkára volt, a politikai bizottságnak a tagja, de hogyha a kezedbe veszed az egyiket, a postásat, akkor láthatod, hogy a postás bácsinak a lába és a villanyoszlop között van egy picike vonal, ami összeköti. Uh-huh. Az eredeti bélyegen, ami 300 forintot ér, vagy 400-at ez a blokk, bruttóban, mert általában olyan 30-40%-os áron vásárolnak a bélyeggyűjtők, azon nincsen rajta eredetiben ez a vonás. A vonás miatt ez 3000 vagy 4000 forintos ez a blokk, hogyha valaki... Azért jó, hogy beszélgetünk, mert én tényleg teljesen laikus vagyok ebben a témában, és szerintem itt sokkal egyszerűbben tudok kérdezni. Mi alapján lehet amúgy bélyeget gyűjteni? Gondolok itt arra, hogy évszám szerint, vagy különböző minták szerint, hogy most én a sport bélyegeket gyűjtöm? Tehát hányféle kategória van? Figyelj, szerintem végtelen. Uh-huh. Már amit mondasz, az előbb az a tematikus gyűjtés, tehát hogyha valaki sportbélyeget gyűjt, akkor nem csak a magyarokat, mint persze, ahogy általában én, hanem világbélyeget gyűjt, és figyeli azokat az új sorokat, amelyek kijönnek sportbélyekből, és akkor azokat keresi, vásárolja. De mivel a bélyek kiadás ugye az 19. századból indul, ezért onnantól gyűjtenek. Tehát nagyon komoly értékű bélyegek vannak. Én Magyarországon a legdrágábbat 6 millióért láttam elmenni. Azt a minden. Egy bélyeget, de azért az na akkor, ha már így a 6 milliós bélyeget említetted, manapság hol lehet amúgy jó bélyegeket begyűjteni? Bolha piacon, interneten? Milyen tárhelyek vannak? Hát ugye most, mivel ez a világ elég gyors, és az információ azt nagyon keményen áramlik, ugye vannak aukciós házak, akik ugyan bár tartják a régi hagyományos, hogy kiadok egy kis katalógust, és eljönnek, és akkor emelgetem a végre a tárcsámat, és akkor úgy rendes elverést csinál, de megcsinálják az online aukciókat is. Nem akarok neveket mondani, akik úgy is ismerik, azok tudják, hogy hol lehet ezt beszerezni, de online bármikor, bármilyen típusú bélyeget, az olcsóbbakat, illetve középkategóriáig, igen. Tehát azért vannak olyan sorozatok, amiért simán megadják a gyűjtők a 100-200-300 ezer forintot is, főleg a régi, mondjuk kőnyomatos bélyek sorokból, változatokból, mert ez olyan, mint a pénzeknél, hogy egy bélyek soha nem egy lemezzel készül, amint mondtam, hogyha megsérült, újra vésték, akkor más lett a pontozása a bélyegnek, más erősebb vonalak lettek az alaptípusnál, és az ember az hajlamos arra, hogyha van valamiben egy kis eltérés, akkor már azt típusnak, változatnak venni, azt drágában adni, mert ez nem csak hobbi, az azért üzlet is. És sokszor ez azért egy kemény üzlet, mert ezeknek a bélyegeknek ára van. És sokszor nem is olcsó ára, ahogy mondtam. Hát gondolom, nem tudom, hogy
Te hogy kerültél a bélyeggyűjtés közelébe? Tehát nekem ez olyan jó értelembe vett, tehát olyan nagypapa hobbi, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy ezt valakitől örökölted, vagy ezt te kezdted el annak idején? Azt mondtam neked, hogy vannak olyan emberek, akik gyűjtőtípusúak. Én gyűjtőtípusú ember vagyok, vagy voltam gyerekkoromban is, és jártam a hegyeket, és kerestem a régi kelta várakat, és meg a régi pénzeket kezdtem gyűjteni, és még akkor volt ilyen bélyek kördiákoknak, ez a 80-as éveknek a közepébe, és akkor én is beiratkoztam ilyen bélyeggyűjtő körben. Volt egy tanárbácsi, aki elmondta, hogy hogy kell kezelni őket, ott csipesz, nagyító, stb. Mert hogy ezek postatiszta bélyegek, amiket itt látsz, de van pecsételt is, amelyet már a postában forgott, és pont a másik oldalon vannak pecsétett bélyegek, ezeket leáztatják által a papírról, és akkor úgy szépen szárítják, hogy ne sérüljön meg a foga. A kettő között az a különbség, hogy az egyiken van hátul enyvezés, amivel ugye ráragasztod a papírra, a másikon pedig ez az enyvezés értelemszerűen már lekopott. Úgyhogy én így kerültem ezzel kapcsolatba, és hát gyűjtöttem is nagyon sokáig, még most is, hogyha olyat látok, ami esetleg engem érdekel, akkor megvásárolom, de nem csak vettem, hanem adtam is. Mert azért ez költséges hobbi. Persze. És hogyha az ember látott a gyűjteményt, például mit van az asztalon, ez gyűjtemény darabból való, igazából a régi bélyegekhez annyira én nem értek, ezek például színes számok, rajcárok, nem tudom, látják-e a kedves nézők különböző korszakból, ezek a 20. század elején készültek, meg a 19. század végén a bélyegnek a hőskorából. Azért itt azért már vannak olyan finomságok is, amelyek nem csak a különböző változatokat mutatják, hanem hogyha ezeken vannak szép bélyegzések, amelyek mondjuk a postahivatalnak a nevét tartalmazzák, ezeket is van, egy speciál katalógus külön pontozzák és külön értékelik. Tehát egy ilyen bélyegnek az ára lehet 100 forint, de lehet akár 15-20 vagy 30-40 ezer forint is egy darabnak, mert annak a helynek van rajta a postahivatalának a pecsétje, amely nagyon ritkán működött, tehát kicsi volt a falu, de mégis volt postája, és kevés levelet adtak fel. Amikor behívtalak a témával kapcsolatban, nagy bajban voltam, ugyanis hirtelen nem találtam Nyíregyházán olyan embert, aki elmondja, hogy mi is a bélyeggyűjtés, és így tovább. Mert hogy kiderítettem, hogy van egy ilyen, hogy Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége, és ennek Nyíregyházán régen volt egy kis társasága, ami már évek óta nincsen hivatalosan, bár vannak megyei képviselők. Én azt érzem, vagy ebből azt vonom le, hogy akkor kevesebben gyűjtenek mostanában bélyeget itt a térségünkben. Te hogyan tapasztalod? Hiszen én úgy képzelem ezt, hogy ez egy ilyen szűk belterjes társaság, jó értelemben, hogy akkor neked van most ilyenet, kölcsön tudod adni, vagy te eladod azt, amit én nekem kellene beszereznem? Igen, kb. Így működik egyébként, de minden kör ilyen. Igen. Az érendgyűjtőknél is egyébként így van. Az a helyzet, hogy ezek a tagsági formák a 90-es évek után egyre szűkülőben mentek át. És az emberek, ahogy megváltozott az életmenet, és az életstílus, és hogy magányosabbá váltak ennek az a lényege, hogy nem mentek társaságba, és a társaságtól elszoktak, a nagyobb társaságtól csak a szűkbaráti körre mentek rá, így kikoptak ezek is. Vannak azért gyűjtők, meg nagy gyűjtők itt Nyíregyházán, azt hidd el nekem, de a szervezeti tagság, ez a MABÉ-osztos, ez a Magyar Bélyeggyűjtő Országos Szövetsége, ez már valóban nagyon régóta, hogy nem működik. Na hát remélem, hogy pár év múlva fiatalok ezrei fogják majd ezeket a hasonló bélyegeket mutogatni itt a víkendben. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, Attila, és hogyha már arról beszéltünk, hogy sokan bélyegeket gyűjtenek, hát akadnak olyanok is, akik mondjuk bankjegyeket, pénzérméket, mint ahogy az előbb is említettük, következő összefoglalónkból különleges dolgokat is megtudhatnak az érmekről, bankjegyekről. Egyre inkább divatba jön a magánjellegű gyűjtés a közgyűjteménnyel szemben, hiszen egyre több ember ragaszkodik valahogy a múltnak az emlékeihez. És mindenáron valahogy meg akarják ragadni azt a pillanatot, amivel például mondjuk a szülők vagy a nagyszülők generációja is rendelkezett. Tehát azokat a pénzeket, érméket, bankjegyeket összegyűjteni, amihez valamilyen kedves emlék társult, tehát főleg a nosztalgia, a retro jellegében adódóan, ugye egyre többen szeretnek régi pénzeket, papírpénzeket, bankjegyeket, illetve érméket gyűjteni.
A 70 éves forintról nagyon sok mindent meg lehet tudni a Józsa András Múzeumban, ám különleges előadással készültél. Női alakok bankjegyeken, érméken mennyire lelhetőek fel női alakok a bankjegyeken? Ha visszatekintünk az elmúlt 70 évre, akkor kevésbé találkozhatunk női modellekkel a magyar bankjegyeken. Ugye inkább a politikusok, államférfiak, tehát a magyar történelmi személyek dominálnak, azonban még 1946-ban a 100 forintos bankjegyre rákerült egy hölgynek a képe, ő Tőkés János név Várszegi Gizella volt, a pénznyomdának a munkatársa, és akkor, mivel a pénznyomdában dolgozott, az akkori grafikus Horváth Endre felkérte, hogy legyen modell, ő lett a mezőgazdaságot képviselő nő alak, míg ugye a 10 forintosan megfett fel Mihály, szintén a pénznyomda dolgozója került föl, meg gépész volt, ő lett az ipar képviselője. Inkább a régebbi bankjegyeinken volt jellemző az, hogy női alakokat ábrázoltak. Az osztrák-magyar monarchiában használt osztrák-magyar koronákat szinte kivétel nélkül a idealizált női alakok voltak. Ennek az volt a magyarázata, hogy mivel a monarchia két fő állama, Ausztria és Magyarország volt, nem akarta azt az akkori pénznyomda, hogy egyik vagy másik ország dominánsabb helyzetbe kerül a másikkal szemben, ezért inkább idealizált női alakokat használtak. Aztán a pengő korszakba fog visszatérni ismét a nőalakok ábrázolása, ez Horváth Endre grafikus művésznek köszönhető, ugyanis amiután 1936-ban megalkotta első bankjegyét, a 10 pengőst, arra egy Bőle Mária nevezetű kislánynak a képe került, aki miután később kiderült a személye, házassági állatokkal is bombázta. Többen eltűntek a feledés homályába, azonban vannak olyanok is, akiknek megmaradt a személyazonosságuk, így például az 1939-es ötpengősre egy Bényi Palóclány került, Bugárdi Ferencné Csonka Julianna személyében, vagy például a kétpengősre 1940-ben egy szintén egy Bényi Palóclány, az pedig Rudas Valéria volt, az ő képével találkozhatunk a 100 000 pengősön, illetve vannak Mír és B-pengős változatai is már az infláció korszakában. Illetve hát ott van a legnagyobb címletünk, az 1 milliárd pengős, annak is Mír és B változatain ott találunk egy székesfehérvári lányt, ábrándos tekintetével ejti rabul az embereket, hogyha kezébe kerül egy embernek egy ilyen bankjegy, őt Lendvai Lúciának hívták egyébként. Ábrándos tekintetet emlegettél, jellemző azt, hogy így fogták meg ezeket a női alakokat, modelleket, vagy hogyan ábrázolták őket legtöbbször? Először ugye megfestették róluk a képet, vagy az aktot, ha lehet így fogalmazni, aztán egy kissé a grafikus, egy kissé idealizált formában vitte fel a bankjegyekre. Most mondok egy másik abszolút példát, nem nő alak, a 20 forintos hátoldalán egy nyíregyházi illetőség úriember található, Hegedűs István öttusázó, hát ugye ő is kissé idealizált formában lett ábrázolva, ugye ő is a kalapácsot, illetve a búzakarászt tartja a kezében. Tehát egy kissé előnyösebb oldalát mutatták ezeknek az alakoknak, modelleknek, de természetesen így is népszerűek voltak a maguk korszakában. Vannak itt különleges koronák is, az egyiken megakadt a te szemed is. Igen, ez az 1000 koronás, ami 1902-es keltezésű, és az első világháború végéig forgalomba volt. Ugye az osztrák-magyar monarchiában használt korona a bankjegyeken a legtöbb hölgy azonosítatlan maradt mind a mai napig. Egy kivételével az 1000 koronáson egy híres operaénekes nő, Mina Wiesmüller látható. És ennek a bankjegynek az a különlegessége, hogy az a grafikus, aki ezt a bankjegyet tervezte, a Henrik Leffler, következő évben 1903-ban feleségül vette Mina Wiesmüllert.